bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. Hoffman pokoljárása. Anneliese! Hoffman bácsi! Tehát nem tévedtem. Tudtam, hogy ez csak Anneliese lehet, és merre jártál? Altkirchenben. Ünnepséget tartottunk. Én is onnan jövök. Egy ügyfelemnél voltam. Figyelj, te nem itt áll egy kicsit? Itt áll, igaz? Kólát. Kólát? Lerúgót is töltöttek bele. Nem is tudtam, hogy ez ilyen finom. És most részegen tekersz haza. Spiccesen, Hoffman bácsi, de baromi jól érzem magam, bár hébe-húba a mezőn landolok. A mezőn? Nincs is olyan sok kanyar az úton, ahogy látom. Spiccesen ülni a bringára. Veszélyes dolog ez, kislány. Betesszük ide a bringát, én meg hazaviszlek. Kedves vagy, Hoffman bácsi. Tudom. És szeretnék mindenkit átölelni. Jól van, de inkább segíts. Mondd csak, egyáltalán hogy nézel ki? Elestél? Hiszen már mondtam, Hoffman bácsi. Sáros becsetőtől tartani. Tényleg? Tényleg. Így nem adhatlak le otthon. Akkor előbb hozzátok megyünk, és megmosakszom. Hm? Nem tudom, hogy ez jó ötlete. Várj, hozok egy törölközőt, ott van előtt. Felesleges, Hoffman bácsi, nincs is víz sehol. A mezőn, az itató? Jó, akkor ott mosakszom. De hideg... Nagyon hideg ez a víz. Hol vagy, Hoffman bácsi? Jövök már. Na, jobban érzed magad? Nem éreztem rosszul magam, Hoffman bácsi. Biztos forog veled a világ. Ez igaz. Na gyere ide, mert még beleesel nekem. Szép kis ünnepség lehetett. Igen, az volt. Kóla rummal. Nyilván több volt a rum, mint a kóla. Igen. Üle ide a nadrágra. Egyáltalán miért vetkőztél? Na. Most megtörlöm a lábacskádat. Köszönöm, Hoffman bácsi. Kedves vagy, Hoffman bácsi. Ne mondd ilyen gyakran. De az vagy. Jól hallottam. Ne ölej. De átölellek. Átölellek, mert jól esik. Jaj, de megszédültem hirtelen. Fogj erősen, Hoffman bácsi. Azt teszem. Még erősebben is foghatlak. Ezen nem múlik. Azért ne ilyen erősen. Hiszen te is akarod. Hoffman bácsi. Miért nem jössz már? Menjek, érted? Most hová mész? Gyere ide! Anneliese! Anneliese, gyere, szállj be, nem mehetsz gyalog hazáig. Valóban, szemét disznó, csak nem képzeli, hogy beszállok magához a kocsiba. Adja ide a bringámat. Szállj be, Anneliese, gyere, szállj be. Adja ide a bringámat. Anneliese, úgy viselkedtél, hogy azt hittem, te is akarod.
Hiszen te kezdtél ki velem. Én vettem le a nadrágodat. Nem én vettem le. Annelize, ne csináld már, gyere, szállj be. Tűnjön el maga, mocskos disznó. Bocsánatot kérek, ha ezt akarod. Bocsánatot kérek. Mit tegyek még? Az apámtól kérjem bocsánatot, ha elmesélem neki, mit művelt velem. Megőrültél? Te megőrültél? Ki itt az őrült? Nem mondhatod el az apádnak. Nem? Valóban? Mindenkinek el fogom mondani, mindenkinek, hogy a Hoffman, aki 20 éve mellettünk lakik, egy gazember, egy disznó. Annelize! És remélem, hogy bekasztizzák, hogy börtönbe kerül és tönkreteszi az életét. Annelize, hallgass ide, beszéljük meg higgadtan, hiszen mondtam, hogy bocsánatot kérek. Nagyon sajnálom, őrülten sajnálom. Nincs szükségem a fuvarra, majd csak megáll valaki. Nem állíthatsz meg egy kocsit. Majd meglátjuk. Segítség! 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 Van itt valaki? Van itt valaki? Aó! Aó! Annelize. 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 Beregattunk. Igen, beragadtam a sárba. Az itt könnyen megesik. Igen, eltévedtem. Valahogy lekeveredtem az útról. Mi ez az egész? Szemétlerakó. Van maga kocsia? Igen. Miért áll meg az út közepén? Maga miatt ragadtam be a sárba. Sajnálom.
Akkor alá kell tennünk valamit. Deszkát vagy ilyesmit. Van itt bőven. Jó, rendben. Ki fog jutni innen? Nyilván attól tart, hogy sosem jut ki. De ha alá teszünk valamit... Hogy került ide? Itt lakom a közelben. Ott a túloldalon. Azért megyek erre, mert így rövidebb az út. Anna, azt hiszem, ennyi elég. Tudja, egyedül élek ott. A nevem Horkel. Igen. Nagyon köszönöm, hogy segített rajtam. Hát, szóra sem érdemes. Na, próbálja meg. Rajta! Szeretném kifejezni a hálámat. Hogyan már? De nincs nálam sok, tessék, fogadja el. Hiszen ez 50 márka. Tartsa csak meg, megér ennyit a dolog. Különben hogyan jutottam volna ki innen? Nagyon köszönöm. Nem, én köszönöm. Jó estét, apa. Miért ilyen későn? Még dolgom volt, aztán ráadásul defektet is kaptam. Defektet? Igen, előfordul az ilyen. Ráadásul este, semmi fény. Megmondtad már neki? Nem, még nem. Volt egy defektje. Vagy úgy. Jó estét, apa. Jó estét, Lisbeth. Annalisa még nem jött haza. Annalisa? Igen, Alkirchenben volt, de már 4 órája, hogy elment. Bringával volt, már rég itt kéne lennie. Biztos mindjárt itt lesz. És mi dolga volt Alkirchenben? Állítólag valami ünnepségre. Ünnepség? Ment. És részeget elül a bringára, és útnak ered, mi? Éjszaka! Ez őrültség, hogy lehet ilyet csinálni? Hiszen még nem is tudjuk, hogy ivott te. Előfordulhat, mert mindig kólát isznak rumba. Nem megmondtam? Szerinted ott fekszik valahol az úton? Mit tudom én? Jó Istenem, Richard. Hála az égnek, hogy itt vagy. Igen, kicsit későre jár, tudom. Defektje volt. És ráadásul a sötétben... Hol történt? Számít ez. A gyerekek már biztos mondták. Annalisa még mindig nem jött haza. Igen. Rőrig úr többször is átjött. Olyan ideges. Minket is megfertőzött. Te sem jöttél meg, és már itt kellett volna lenned. Kapok egy sört. Eri. Kínunkban már mindenfélét elképzeltünk. Elképzeltetek? Igen, hogy mi történhetett. Vacsoráztál már? Igen, igen. Szomjas vagyok. Ég a gyomrom. Embertelenül. Miattad is izgultunk. Erre egyáltalán nem volt semmi okotok. Bocsáss meg. Itt a söröd. Köszönöm, Eri. Köszönöm. Ez biztosan Rőrig úr. Igen, még be akart nézni. Most? Ilyenkor? Ilyen későn? Hiszen te is Alkirchenben jártál. Ott voltál az egyik ügyfelednél. Vagy nem? De igen. Bocsáss meg, Richard, hogy ilyen későn zavarlak. De biztosan hallottad már. Igen, hallottam. Teljesen érthetetlen. Már majdnem éjfél van. 8-kor indult el Alkirchenből, felhívtam őket, illetve nem sokkal 8 után. És most éjfél van. Inge azt mondta, hogy te is Alkirchenből jöttél. Igen. És nem láttál semmit az úton? Valami balesetet? Vagy a rendőrséget? Mentőt? Vagy ilyesmit? Nem láttam semmit. Semmit? Csak benned reménykedtem. Mert ugyanazon az úton jöttél. Gondoltam, hát, ha tudsz valamit. Abszolút semmit, Werner. Sajnálom. Én is végigmentem az úton.
És semmi. Mintha a föld nyelte volna el. Szörnyű félelmeim vannak. És apátok nem látott semmit? Nem, sajnos nem. Werner! Werner, Werner, mi van? Semmi. Az égvilágon semmi. És elmentél Altkirchen? Igen, persze. Kólát ivott rummal. Azt mondják, hogy kis és picces volt. És hagyták, hogy felüljön a bringára. Ezt én sem értem. De ha valami gondja lenne, biztosan felhívna. Ugye van nála pénz? Igen, igen, persze. Most mit csináljunk? Értesítjük a rendőrséget. Értesítenem kell a rendőrséget. Igen. És még egyszer, körül kell nézni. Eljössz velünk, Richard? Mi értelme lenne? Azt mondtad, épp most mentél végig az úton. Még egyszer végig megyek. Persze, hogy elkísérünk. Két kocsi több, mint egy. Én veled megyek, Hoffman bácsi. Én nem is tudom, ezt még el kell intéznem. Nem kell vezetned, apa. Vezetek én. Igen, azt talán jobb. Én vezetek, és Gerda jön velem. Te is jössz? Igen, persze, ha szabad. Persze, hogy szabad, ez most vészhelyzet. És menj el Kreuzpulla felé. Igen, igen, persze. Erik, hiszen vagy? Egy pillanat, Erik úr. Csak hozok egy kis benzint. És menj el Bibergbe is. Igen, minden faluban érdeklődni fogok. Werner azt mondja, még sosem fordult elő, hogy késett volna. Miféle ünnepségem volt? Baráti összejövetel fiatalokkal. Szép kis barátok. Rómot öntenek a kólájába, aztán hagyják, hogy tökrészegen elinduljon. Mi az, hogy tökrészegen? Tökrészegen. Hogy mondhatsz ilyet? Biztosan csak becsípett egy kicsit. De ez elszáll a friss levegőn. Vagy nem. Ki tudja, mi mindent művelt. Mit művelt volna? Anneliese ugyan nem. Megyek aludni. Bocsáss meg, hogy nem várom meg, amíg visszajönnek. Egyáltalán minek mentek el? Nem érted meg az apai szívet. Jól van, menj aludni. Azt hiszem, tényleg az a legjobb, ha lefekszel. Egy szeméttelep, egy halott, mint hulladék. Ez szép. Szép dolog. Értesítették a szülőket? Csak nem itt. Rörig úr? Igen. Kérem. Ilyenkor utálom legjobban a hivatásomat. Igen, igen. Megvannak a nehézségei. A nevem Rörig. Derrick főfelügyelő, Klein felügyelő. A lányom Gerda. Jó napot. A halott itt? Igen. Leadtuk a személy leírását. Az öltözete farmer nadrág és egy csíkos blúz volt. Igen. Shit.
Bocsássanak meg. Bocsássanak meg. Ő az. A lányom Annelies. Indulhatunk? Várj még. Bocsásson meg. Nincs miért bocsánatot kérnie, megértem. A kocsi... elmehet már a kocsi? Igen. Mit tehetek még? Mondja, kérem. Ugye megerőszakolták? Igen. Attól tartok, igen. A gyilkos vonszolta el idáig? Igen. Hol találtak rá? 20 méterre innen. Nem találtak egy kerékpárt? Pedig azzal indult el. Meg fogjuk keresni. Engem keres? Igen. Mondtam magának, hogy nem lakom messze. Hogy talált meg? Az nem lényeges. Nem hívhatom be a házba, ezt nem várhatom el magától. Teljesen egyedül él? Igen. Mivel foglalkozik? Miből él? Autóroncs kereskedő vagyok. Eladom, amit el lehet adni, és a többit elviszem a szemétlerakóba. Így fedeztem fel ezt a kunyhót, és megvettem egy gazdától. Itt volt ma a rendőrség, maga is látta? Igen. Végignézte? Igen. Egy kukás sofőr ma reggel talált egy halottat, és jelentette. Beszélt magával a rendőrség? Velem. Nem beszélt a rendőrökkel? Nem. De hiszen ott volt. Láttam magát. Na igen, ott voltam. De nem beszélt velem senki. Vagy úgy? Egy nagyon fiatal lányka volt. Igen. Valaki eltehette láb alól. És miket beszéltek? Úgy értem, ha maga ott volt, biztosan hallotta, hogy miket beszélnek. Nem hallottam semmit. Semmit sem? Nem. Aztán később elvitték. Iszik? Dohányzik? Igen, szivarozom, de csak hébe-hóba. Szivarozik? Majd hozok magának, de most sajnos csak cigarettát. Nem, nem, azt nem kérek. Igen, értem. Szivarok. Majd hozok, majd veszek magának. És ital? Nem bírom az italt, legfeljebb egy sört. Sört? Megkapja, majd azt is hozok. Jó. Az meg micsoda?
A biciklire gondol? Igen, arra. Tegnap este találtam. Ott a szemétlerakónál. Nagyon jó állapotban van. Szinte új. De is, mit akar vele csinálni? Meg akarja tartani? Ő szívesen megvenné magát. Nem, megvenni. Igen, mert ez egy női kerékpár. Szeretném megajándékozni vele a lányomat. Adok magának, mert mennyibe kerül egy bicikli? Nem tudom, mennyibe kerül. Adok magának 200 márkát. Ugyan 200 márkát? Sosem adnék ennyit egy bicikliért. Akkor adok... És sosem lehet tudni, hogy a tulajdonosa nem jelentkezik-e még valamikor. Adok magának 300 nem, márkát. Nem, ilyen üzletet nem kötök. Megtartom a biciklit. Ahogy akarja. De... Akkor ne hagyja idekint, ahol mindenki látja. Legalább vigye hátra a pajtába, kérem. Jó. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Majd hozom magának a sört meg a szivart. Az jó. Remek. Jó napot, apa. Te mit keresel itt? Nincs iskola? Nem mentem be. Gondoltam, Röringéknek szükségük lesz ránk. Miért? Mi ez? Annelízét ma reggel megtalálták. Egy szeméttelepen. Holtan. Igen? Nem érted, mit mondtam? Valaki megerőszakolta és megölte. És a szemétdombra hajította. Mit üvöltözöl velem? Nem üvöltözöm veled. Anya, hol van? Oda át. Épp itt a rendőrség. Hogy már itthon vagy? Miért kérdezed? Mert máskor csak este szoktál hazajönni. Ezért. Mit akar tőlük a rendőrség? Még kérded? Gyilkosság történt. Hozzánk is átjönnek? Hát persze. Miért persze? Nekünk meg mi közünk van hozzá? Tudják, hogy tegnap este ugyanazon az úton jöttél haza. Igen. És? Hogy is? Semmi is. Ugyanazon az úton. Ki mondta el nekik? Csak úgy szóba került. Anya említette meg. Mellékesen. Mellékesen? Mellékesen? Miért tesz ilyet? Miért ne tenne? Kérdezhetek valamit, apa? Azt mondtad, volt egy defekted. De nem volt defekted. Vagy a pótkereket már meg is javítottad? Ugyanis semmi baja. Mi? Igen, megjavítottam. Na és hol, apa? Mi az, hogy hol? Hol? Késő este már minden műhely zárva. Olyankor már nem javítanak meg egy defektes gumit. Hagyj engem békén a hülye gumiddal. Tehát csak azért mondtad, mert... Meg akartad magyarázni, hogy miért jöttél olyan későn haza. Igen. És miért jöttél olyan későn haza? Erre a kérdésre nem válaszolok. Nem akarsz átmenni Röringékhez? Mit csináljak ott? Gondolálj, apa! Ez a minimum. Az már nem segít rajtuk, ha megszorítom a kezüket. Ó, Erich, olyan borzalmas. Megjött apa.
Mi? Már ilyen korán? És mit mondott? Ő is ki van borulva? Mondd meg neki, hogy jöjjön át. Rőrig úr nagyon várja. Azt hiszem, nem akar. Mi az, hogy nem akar? Nem kellemes, persze, hogy nem kellemes, de meg kell tennie. Gyere, te azért menj be. Erich mondta, hogy már itthon is vagy. Igen. A gyerek meghalt, Richard. Igen, hallottam. Egy szeméttelepen találták meg. Erich elmondta. Hát nem borzalmas. De igen, borzalmas. Richard, át kell jönnöd velem. Rőrigék teljesen ki vannak. Szükségük van ránk. Ránk vannak utalva. A segítségünkre. Hogy akarsz segíteni nekik? Erre senki sem képes. Hagyj engem, Inge. Menj át te. Intézzétek ti. Ennyire megérintett? Nos, Rőrig úr, pillanatnyilag nem tehetünk többet. És főleg nem tudják visszaadni a lányomat. Nem, valóban nem. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A férjem most jött haza, ha beszélni akarnak vele. Akarunk? Mert tegnap este ugyanazon az úton. Mégis mit tudna nekünk mondani? Na jól van, meggyőztél. Jöjjön. Richard, az urak a bűnügyi rendőrségtől jöttek. A férjem. Jó napot, Hoffman úr. Jó napot, jó napot. Csak egy kis apróság. Úgy hallom, tegnap este szintén Altkirchenből jött haza, igaz? Egész véletlenül. A férjemnek van ott egy ügyfele. Értem. És mivel foglalkozik, Hoffman úr? Tévészerelő vagyok. Hmm? Tudod, mikor indult el Anneliese Altkirchenből? 8 órakor. Pontosan megállapították. És te meg 8:30-kor. 8:30-kor? Igen, igen. Felhívtam őket, hogy mikor jöttél el tegnap este. Felhívtad őket? Igen, hiszen az időpontok nagyon fontosak. Igen. 8:30-kor indultál. Így ki lehet számolni, hogy elvileg mikor kellett volna találkoznod Annelizével, nem érted? Nem, nem értem. Ha nem találkoztál vele, akkor korábban történhetett valami. De miért kellett volna találkoznom vele? Lehet, hogy egész más úton ment. Talán tudod, hogy merre mentem? Egyáltalán nem tudhatod, mert nem emlékszem, hogy elmondtam volna, hogy merre mentem tegnap este. Nem, nem. És miért hívtad fel az ügyfelemet? Miért teszel ilyet? De mit gondolnak rólam? Egyáltalán mivel indokoltad meg? Semmivel. Mivel indokoltad meg, hogy felhívod? Mégis mit gondolnának? Semmi nyomát nem láttam útközben a lánynak. Nem előzött meg egy kerékpárost? Nem, nem emlékszem rá. Jó, biztosan feltűnt volna. Elnézést a zavarásért. Kérem. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Kikísérem őket. Miért volt ilyen ingerült? Van feleséged? Nincs. Na látod. Bavária 1224 vétel. Bavária 1224 Derik. Jelentkezett valaki, aki hallotta a felhívást a rádióban. Egy sofőr tegnap este 9 körül megelőzött egy kombit az országúton, Altkirchen és Bieberg között. A kombi állt, és a csomagtartó ajtaja nyitva volt. A férfi látta, hogy egy kerékpár van benne. Tud ezzel kezdeni valamit? Na igen, talán. Minden esetre köszönjük. Vége. Gyerünk, indulás! Elnézést, csak még egy apróság. Az a kocsi odakint, a kombi a magáé? Igen. Kinyitná nekünk? Miért? Miért is? Tegnap este Altkirchenből megállt útközben? Megálltam. Igen, persze, kereket cseréltél. Nem volt defektem, nem álltam meg sehol. Na de Richard, hiszen éjfélre értél haza. Csak
tettem egy kis kitérőt. Felkerestem egy ügyfelemet. Miért kérdezi, hogy megálltam-e valahol? Tegnap este 9 körül láttak egy kombit az Altkircheni országúton, olyat, mint a magáé. Ott állt. Nyitott hátsó ajtóval, benne egy biciklit. Tehát nem lehetett ő, hiszen nem tart hátul biciklit. Egy bicikli? Milyen bicikli? Milyen bicikli? Nem tudjuk. Jó, de a férjem nem szokott biciklikkel rohangászni. Csak tévékészülékeket szállít néha. Ha igen, ez nevetséges. Pontosan. Ennek ellenére kinyitná a kocsit? Saját kezüleg, jó? Na igen. Mégis mit jelent ez az egész? Honnan tudjam? Melyik úton ment tegnap? Nem a szokásos útvonalon, nem is találkozhattam volna a lánnyal. Nem tudom, hogy ő melyik úton ment, valószínűleg Kreuzpullach felé. De én más felé mentem, mert hiszen mondtam felkeresett már, egy ügyfelet. Igen. Hogy hívják, hol lakik? Dr. Ron Wolfratshausen. És még felkereste őt is? Igen. Hátul legyen szíves. Hátul. Vagyis nem rájöttem, hogy későre jár. Gondoltam, már nem zavarhatom. De először oda ment hozzá, nem? Igen. Aztán rájött, hogy már túl későre jár. Igen. Tehát tegnap este nem volt kerékpár a kocsijában? Nem. Nyilván megérti, hogy meg kellett kérdeznem, bár mióta szomszédok Rörigékkel? 15 éve. Tehát Anneliese 3-4 éves volt. Na igen, valahogy úgy. A gyerekeink szinte olyanok voltak, mint a testvérek. Anneliese azt mondta, úgy szólított, hogy Hoffmann bácsi. Aha. Kérem, mutassa meg a térképen, hogy pontosan merre ment. Hol van Richard? Hallottam, hogy már megjött. Igen, igen. Odakint van. De mindjárt jön. Altkirchen, Entlausen, Eckling, Wolfratshausen. Utána? Hogy még mindig itt vannak? Na igen, tegnap este 9 körül látott valaki egy kombit azon az úton. Ott állt, nyitott hátsó ajtóval, és állítólag volt benne egy bicikli. Egy bicikli? Mm-hmm. Anneliese biciklije? Ki látta a kocsit? Valami sofőr, hiszen bemondták a rádióban, hogy Anneliese... Na igen, és hogy eltűnt a biciklije. És mert apának kombija van. Ez őrültség. Részvétem, Werner. Köszönöm. Olyan iszonyatos ez az egész. Nem kívánom senkinek. Igen, köszönöm, Dr. Rom. Tessék? Igen. Nagyon köszönöm is, a viszont hallásra. Dr. Rom telefonált. Hoffmann megjavította a tévéjét. Na. Pillanat. 3 nappal ezelőtt. És azóta is remekül működik. Tehát nem hívta fel Hoffmant, és nem is várta. Egészen pontosan. Hazudik. Hoffmann 8:30-kor hagyta el Altkirchent, és elindult hazafelé, a szokásos útvonalon. Ahogy Anneliese Rörig. Hazudik. Hazudik. Miért? Mert útközben találkozott a lánnyal. Tehát, sötét van. Hoffmann a kocsiban. Megelőz egy kerékpárost. Felismeri és megáll. Mert haza akarja vinni. Abszolút logikus és egyszerű. Kinyitja a kocsit, beteszi hátra a biciklit és elindul. Na jó, és tovább? Várj egy kicsit. Ezt már mind tudjuk. Csak éjfél körül ér haza. A késés oka... A gyilkosság is lehet. Igen, és a holttest eltüntetése. Hm? Szentséges egek. A szomszéd. Harry. Hát ez... Na jó, igen. Na, én megyek aludni.
Jó ét, kicsim. Én miért nem kapok jó ét, puszit? Engem miért nem ölelsz át? Minden este átölelsz, ma miért nem? Bocsáss meg, apa. Bocsáss meg. Elmagyarázná valaki, hogy miért sír? Miért sír? Sok minden történt ma. Kiborult, szegény. Kiborult, kiborult. Én is ki vagyok borulva. Igen. És te miért? Nem Wolfred Szeuzenbe mentél. Valóban? Miért is mentél volna? Nincs ott ügyfelünk. De igen, például Dr. Rohn. Igen. De nála 3 napja voltál, ne felejtsd, én vezetem a könyvelésedet. Azt mondtad a rendőrségnek, hogy Dr. Rohnhoz mentél? Hagyj engem békén. Ha mégis ezt mondtad, biztos lehetsz benne, hogy már rég felhívták. Csak nem képzelitek. Inge. Erich. Erich. Megyek aludni. Erich. Inge. Inge. Töröld le az izzadságot. Igen. Bocsáss meg. Az egész testem. Csupa víz. Hozok egy törölközőt. Bocsáss meg. Felébresztettelek. Nem, még nem aludtam. Még nem aludtál? Nem tudok aludni. Miért? Miért nem tudsz aludni? Olyan fontos ez neked? Igen. Képzeld, fontos. Akkor áruld el, hogy mitől izzadtál meg. Mitől? Túl meleg van a szobában. Fel van csavarva a fűtés? Nincs felcsavarva. Akkor zárva az ablak. Az ablak nyitva, mint mindig. Akkor beteg vagyok. Akkor beteg vagyok. Nem vagy beteg. Ideges vagy. Ideges? Ugyan miért? Már 20 éve élünk együtt, és mindig tudtam, hogy mikor vagy ideges. Igen? Hogyan? Például azt is tudtam mindig, hogy mikor csaltál meg. Micsoda? Ezt miből gondolod? Akkor is mindig ideges voltál. Az idegességed ellen mindig tehetetlen vagy. Sosem sikerült elfojtanod. Ezt honnan veszed? Miért ne beszélhetnénk arról is ezzel kapcsolatban? Hogy egész életedben problémád volt. A nőkkel. Miről beszélsz, mi? Arról, amit évek óta tudok. Úgy reagálsz a nőkre, mint... Nem tudom hogyan, de nem normálisan, az biztos. Nem normálisan. Mégis hogyan? Sosem fogom elfelejteni, ahogy Anneliese elkezdett felnőni, és lassan nővé érett. És te voltál az első, aki észrevette, hogy nőnek a mellei. Látod, milyenek a mellei? Egek, micsoda alakja lesz. Most miért nem mondd semmit? És miért izzadsz már megint? Mit csinálsz? A kanapén alszom. Inge! Nem tudok melletted aludni. Itt maradsz! Nem engedlek ki a szobából!
Menj az ágyba! A szentség itt neki, hiszen még nincs bizonyítva semmi. Jó reggelt. Na jó, én megyek. Erich. Jó reggelt. Mi van, meg sem iszod a kávédot? Nem, mennem kell. Sziasztok. Sziasztok. Szia. Szia. Talán már te sem kéred a kávédat? Hagyd ott, nyugodtan hagyd ott. És menj, ha akarsz. Nem kényszerítek senkit, hogy itt maradjon. Richard. Kérlek, én is elmehetek. Ha a megjelenésem ilyen reakciókat vált ki, tessék, hívj vissza! Nem muszáj reggeliznem. Mi baja van, anya? Nagyon ideges. Olyan ideges, amilyennek még sosem láttam. Igen, itt történt. Itt mentem el a kombi mellett. Majdnem az út közepén állt, ezért bosszankodtam is. Felkapcsoltam a fényszórót, és egyértelműen láttam, hogy a kocsiban egy bicikli van. Mert a hátsó ajtó nyitva volt. Persze nem gondoltam semmire. Aztán másnap reggel hallottam a rádióban, hogy meggyilkoltak egy fiatal lányt, aki ezen az úton biciklizett haza. Erre eszembe jutott az egész. Nem tudom, hogy fontos-e maguknak, de gondoltam... Igen, igen. Nagyon hálásak vagyunk magának, hogy jelentkezett. Mondja, a kombi rendszámát esetleg... Természetesen nem néztem meg. Nem tűnt fel magának még valami, bármilyen jellegzetesség, csomagtartó, vagy céges felirat, vagy valami ilyesmi? Felirat nem volt rajta. Nem, semmi. Na és a színe? Szürke. Erős fénynél rosszul látni, de azt hiszem sötét szürke volt. Uh-huh. És látott valakit a kocsinál? Nem láttam senkit. Ennyi volt. Köszönjük a segítségét. Nagyon szívesen. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Tehát itt. Itt előzte meg a lányt, aztán megállt. A kérdés csak az, hogy itt ölte meg? Bárhogy is történt, az út innen indul a szeméttelephez. Horkel úr! Semmi. Ott tartunk, ahol eddig is. Induljunk.
Mit keres itt, Hoffman úr? Mit keresek itt? Jó kérdés, hiszen Annelizét... Annelizét itt gyilkolták meg. Itt történt, nem? Na és? Hát, természetesen érdekel. A szomszédjaimról van szó. Mellesleg úgyis erre vitt az utam. A dolog nem megy ki a fejemből. És miért ilyen ideges, Hoffman úr? Ugye már nem vagyok ideges. Mit csinált itt? Miért? Miért üvöltözik velem? Nincs hozzá joga. Hogy mit csinálok? Hogy reszketek-e, vagy éppen izzadok? Hogy mit teszek? Ahhoz magának semmi köze. Maga gyilkolta meg a lányt, Hoffman úr. Nem. 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 Na, menjen innen. Ő volt az, Harry. Ő volt. Csak akkor, ha rá tudjuk bizonyítani. Biztosan ő volt. Teljesen kész van. El fog múlni. A többség hozzászokik a tettéhez. Ő is hozzá fog szokni. Gondoskodunk róla, hogy az idegessége és a reszketése ne hagyjon a láb. Telefonálhatok egyet? Persze. Hoffman lakás. Hol vagy? Valahol Wagen mellett. Csak jelentkezni akartam. Stambergben már végeztem. Jelentkezett még valaki? Igen, a rendőrség. 8:30 legyél ott a kocsitől Altkirchenben. Nem tudom, hogy miért. Nem mondták meg Richard. És én nem is kérdeztem. Biztos késő jössz majd haza. Itt a 403-as. Jelentem, a helyszínen vagyok. Mondja, jól értettem? 8:30 legyek itt. Igen, jól értette. És miről van szó, ha szabad kérdeznem? Induljon el haza. A megszokott útvonalon. Azon az úton, amin kerékpárral mennek, hogy el akarnak jutni Grünwaldba, Kreuzpullachon keresztül. Minek? Mit akarnak? Csak ennyit kérünk magától. Mit várnak ettől az egésztől? Hogy rendben hazaér. Na, rajta, induljon. Stefan, most indult el. 9 perc múlva itt kell lennie. Köszönöm, Harry. Remélem, nem fél. A közelben vagyok. Az utat lezártuk, maga elindul, amint meglátja a kocsi fényszóróját. Pontosan ugyanazon az úton, amit tegnap előtt a húga ment, jó? Köszönöm. Down.
Hoffman bácsi? Nem. Nem. Gyorsan, ki kell szabadítanunk! Írta Herbert Reininger. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Besenci Árpád, Cvetkó Sándor, Hámori Eszter, Tarján Péter, Várdai Zoltán, Csuha Bori, Györfi Laura, Molnár Levente, Molnár Zsuzsa, Simon Kornél. Magyar szöveg Messina Marian, szerkesztő Váradi Kalmár Zsuzsanna, hangmérnök és vágó Traug Gyula, gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva, szinkronrendező Rehorovszki Béla. Zenéjét szerezte Klaus Weiss. Fényképezte Manfred Ensinger és Jürgen Schönemann. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Viderend Kft. Készítette. Produkciós vezető Dudás István. Rendezte Theodor Grädler.